Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai Dharma beszéden. Mondjuk el az Om um, nám mantrát hétszer. Oh. Köszönöm szépen. A többségében kezdő meditátorok vannak itt, és ez nagyon jó. Aki nem kezdő, az újra kezdő. Az ember az a jó, hogy mindig újra kezdünk, és újra kell kezdenünk. És a meditáció élménye az nem hasonlítható máshoz. Amikor az instrukciókat megkaptátok, azt is hallottátok, hogy tartsatok meg egy olyan tudatot, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És hogy ettől valami jobb lesz. Mi lesz jobb? A tudatosság miért jobb? amikor látod a saját mozdulataidat belül és kívül, érzelmileg, fizikailag, gondolatilag, mitől jobb ez? Talán azért, mert olyan kevés időnk van, és annyira bizonytalan az élet maga, hogyha nem uraljuk valamilyen szinten, akkor azt érezzük, hogy semmiféle választási lehetőségünk nincs. És a meditáció teret és tükrözést hoz a tudatba. Azt is hallottátok, hogy az elme működése, a sok gondolkodás, a képzett formálás és ez az eredeti tiszta tudat, ez nem kettő, csak kétféle állapota ugyanannak a lényegnek. Ahogy a fényt is egy prizmával felbonthatod, és egy újabb prizmával, Megint egységes fényét tudod varázsolni. Ha innen nézed a szívszútrát, amelyet már énekeltünk, akkor nagyon erős és világos tanítás van abban, hogy a forma üdesség és az üdesség forma. Lényeget is tapasztalhatsz, és érzékszervi tevékenységet is tapasztalhatsz, és a kettő nagyon mélyen a tapasztalat szintjén nem szabad, hogy különbözzön. Ha még különbözik, akkor félsz akkor remélsz. Akkor az élet és a halál radikálisan más. De hogyha tapasztalod azt a tudatot, amely gondolkodás előtti, akkor megszabadulsz ezektől a félelmektől. Nem kétféle tudatról van szó, amelyet te ott váltogatsz magadban. Hogy van egy tiszta, meg van egy törött és szennyezett és rossz és felbomlott. Egy valaminek a kétféle üzemmódjáról van szó. És amikor gondolkodsz és érzelmeket formálsz, akkor rengeteg formát tapasztalsz, és amikor ez megszűnik, akkor visszatérsz ezek elé, és tapasztalsz valami lényegét, valami egységeset. Már láthattatok annyi videót, hogy a zen iránytűnek egy nagyon fontos darabját, nagyon fontos tanítását már hallhattátok. Ez pedig a nyolc tudatszint, rendkívül egyszerű, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, fizikai öt, fogalomalkotás, megkülönböztetés, emlékezés, ez a mentális három rajta. Ez összesen nyolc. A meditáció, akárhonnan nézed, akármilyen iskola, hagyomány vagy egyéb szögéből nézed, kikapcsolja, a tudatos fogalomalkotást és a szándékos megkülönböztetést. Tehát tartózkodsz attól, hogy állandóan neveket és formákat párosíts, elemez, gondolkodj, okos légy, ez a hatodiknak a dolga. Valamint a megkülönböztetésektől is tartózkodsz, hogy állandóan kartotékol, hierarchizálj, dualizálj, ez a hetesnek a dolga. És ekkor, ami a nyolcasban a te tárháztudatodban, melynek nagy része a tudattalanod, el van raktározva, az elkezd a felszínre jönni. Az itt lévő megoldatlanságok, traumák, polaritások elkezdenek megmutatkozni. Ha nem, akkor ezek a tudattalanodból irányítanak téged. Ha meglátod ezeket, és a maguk ilyenségében tapasztalod ezeket a jelenségeket, akkor előbb-utóbb a helyes látás által. Elkezded művelni a karmádat, aztán uralni a karmádat. Úgyhogy akármilyen technikáról legyen szó, ha nem kapcsolod ki az okoskodót és a megkülönböztetőt, akkor a dualitások birodalmából nem kerülsz ki. Akkor állandóan a felbomlott formák állapotában vagy. Állandóan mozizol. Állandóan van valami, ami történik. És amikor visszatérsz erre a pontra, akkor már a nyolcadiknak a tárháztudatnak a tartalmai sem uralnak téged. Mi történik akkor, hogy ez az utóbbi még nem következett be? Elveszel a múltban. A tárháztudat az végtelen nagyságú. És hogyha elveszel benne, akkor nem tudsz jelen lenni ebben a pillanatban. Ahhoz, hogy te százszázalékosan itt légy, a nyolc tudatszint egyikével sem szabad azonosulnod. És itt van egy óriási ugrás, innentől kezdve haladsz az úton. A hatos, amennyire erős fogalomalkotással bír, a hetesben alakul ki az önkép, az azonosulás, mindenféle dualitás. Ezekre azért kell vigyázni, mert valahol abszolút értéket kezdünk el tulajdonítani, ezeknek a termékeknek, a tudat termékeinek. És innentől kezdve bezárjuk magunkat a barlangba. Azt hisszük, hogy az emlékeink, a megkülönböztetéseink, a fogalmaink abszolútak. Nem lehet hozzájuk férni, nehogy hozzá nyúj, nehogy hozzám szólj, nem szabad, mert akkor én megváltozom. Ugye? És amíg az abszolút hit fönnáll, addig az énség Változtathatatlanságába vetett hit is fönnáll. És innentől kezdve problémánk van, amely szenvedésé dagadhat, sőt, szenvedtetésé fajulhat. A meditáció tehát, amennyire egyszerű és tiszta, pontosan olyan mélyre tud vezetni, pontosan annyira le tudja tisztítani vele az ember saját magát, és egy olyan életet él, amelyet érdemes élni ahol úgy érzed, hogy van dolgod, van értelme, van társad, vannak társaid, és innentől kezdve teljesen újraformáltad az egészet. Nem pusztán egy sorsszerű, változtathatatlannak hit, belső kényszerekkel és megoldatlanságokkal teli életet élsz, hanem mertél kipucolni egy csomó mindent. Mertél megszabadulni azonosulásoktól, önképektől, világképektől, fixa ideáktól. És innentől kezdve a szabadság és felelősség útját járod egyszerre. Úgyhogy, ha ebben tudok valakinek segíteni, akkor itt a lehetőség. Tedd fel azokat a kérdéseket, amelyeket tényleg itt belül látsz. Kinek van tehát kérdése? Pont ez forgott bennem meditációval a megkülönböztető és a és a fogalomalkotó tudat, hogy a meditáció közben azt tudom, hogy a csukott szem nem túl optimális, mert bizonyos alvási fázisokba is belevihet. A fülünk sincs bezárva. Ez a félig zárt szem, ez valamiféle szakrális dolog, illetve lehet-e nyitott szemmel is tréningezni ezt a, ezt a, ezt a tudást, hogy a megkülönböztető és fogalomalkotó tudatot kontrolláljam, akár nyitott szemmel is. A külső és a belső tér egybenyitása nagyon fontos. Tehát ezért van a félig lecsukott szem, hogy legalább annyira legyen nyit, hogy valamennyi foton jöjjön be. Ez a zen alapmódszereinél mindig így van. Az, hogy a külső tér és a belső tér nincs lezárva, ez az egyévvállás segíti. De a teljesen behúny szemes meditáció is működhet, de csak akkor, ha már nem hiszed el, ami a mozivászton megjelenik, vagy olyan vizuális praxist folytatsz, ahol a tudatnak van egy vizuális tárgya a mantra praxis mellé. Ez az, amikor két kézzel fogod az elmét, hogy ne menjen olyan irányba, ahová te nem szeretnél menni. Ne alkoss képzeteket, amelyektől később meg kell szabadulni mindegyiktől. Tehát extrém esetben igen, le tudod a szemedet és belül lezárod az elme tevékenységét, csak ez a kettős fedezék. És a zen alapmódszere az ennél egy picit könnyedebb. Hát nézd meg a tér és a hang fölfogását. Hát teljesen eszköztelen. Miért jobb az eszköztelen? Azért, mert később nem kell megszabadulni az eszköztől. Hogy a poharat ne cseréld össze a vízzel. Nagyon sokszor, főleg nyugaton, a poharat igyekszünk meginni, mert olyan szép. És benne van a víz. Hát nem kéne. Tehát amikor a meditáció formájával, gondolatvilágával, történetével, megtestesítőivel azonosulunk, akkor az később ugye arra vezeti az embert, hogy a cél és az eszköz ugyanaz. Nem. Úgyhogy igen, félig nyitva tartjuk a szemet, a külső tér és a belső tér egyé tud válni. Extrém esetben viszont lecsukjuk, vizuális praxis, mantra praxis, azért, hogy belülrend rend legyen, és belül egy kicsit erőt nyerjél. De ez nem tipikus, és nem tartozik a fő módszerek közé. Én azt szeretném kérdezni, hogy a 45 fok az azért van, hogy benne maradjunk, mint a tantienben, mind abban a pillanatban. Van-e jelentősége, hogy amikor elkezdjük felemelni a tekintetet, akkor más térbe, vagy időbe, vagy dimenzióba tudunk általa menni? Érdekes meditációs tapasztalataid lehetnek, Nekem még ilyen nem volt, hogy más térbe, időbe vagy dimenzióba mentünk volna át azáltal, hogy szempillantásunkat fölemeljük. A leeresztésből származik az esetleges elalvás. Ezért is tartjuk nyitva, mert olyan forgalom van itt a homloklebenyben, hogy egyszerűen elborítja a vetítővásznat a mozi, és elalszunk. De semmiféle ilyen nagy dimenzióváltás nem következik be pusztán attól, hogy a szempillantásodat le vagy föl hordozod. Én a cél szentesíti az eszközt kérdéséről szeretnélek téged kérdezni, hogy erről mi a véleményed? Lehet úgy uh, igazán értékes és uh, jó dolgokat létrehozni? Nem. Hogy szenvedést okozunk közben másoknak? Nincs olyan cél, ami szentesíteni az eszközt. Nagyon sokszor van ilyen, hogy megvalósulna a világ béke, csak azt, azt, az egyetlen rossz embert kéne kinyírni ott, e fölött szemet hunyunk, és megvan a világ béke. Na, ezek után három másodperccel 100 milliók meghaltak. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy semmilyen cél nem szentesíti az eszközt. Nézd meg az öt alapfogadalmat, a pancsa sílát, mindenki felveheti, bárki. Ha ezt az ötöt be nem tartjuk, nem tudunk másokat kivezetni a szenvedésből, és magunkat sem. Tehát ha nem tartózkodom az életelvételétől, az oda nem adott dolgok elvételétől, a hazugságtól, a csalástól, a bódulattól, a... akkor az nem megy. Nem fog menni. Nem lehet szemet hújni el fölött. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy a ragaszkodást mi táplálja, és mi az, amikor lerengedjük a ragaszkodást? a ragaszkodást az alapvető ösztöneink, például a túlélő és birtokló ösztöneink táplálják. Biztos, hogy volt olyan tapasztalat az életedben, hogy ilyen kis csecsemő, kis ded közelében voltál, és ott van a gyönyörű pici kis tenyere, és beleteszed az ujjadat, és így rákulcsol. Na, ez a túlélő, birtokló, társuló reflex. Enélkül nem tudnánk életben maradni. Erre szükség van, de az ellenkezőjére is szükség van, hogy ki tud nyitni és el tud engedni. Mikor, melyik kell? Ezt kell fölismerni. A gyerek még nem ismeri fel. A felnőtt néha fölismeri, a tiszta tudatú ténylegesen fölismeri, hogy az oldás vagy kötés kell ebben a pillanatban. És gondold el, 30 év házasság után minden előjel nélkül a párod azt mondja, szívem rájöttem, hogy eddig csak egyetlen egy probléma volt a kapcsolatunkban, túlságosan ragaszkodtam hozzád. Úgyhogy holnaptól szerbusz. Mi történt? Felvetünk három gyereket, itt vannak az unokák, és egyszer csak a lojalitásból, a kompromisszumokból, az együttélésből valaki azt mondta, hogy hát valójában ez ragaszkodás volt, és most ezt el kéne vágni, mert ugye egyébként a ragaszkodás az rossz. Mindenki vágyik valamilyen szinten egy pozitív, kölcsönösen Egyetértő, kompromisszumkész kötődése, ami mondjuk rugalmas. Nem olyan, mint a börtön, hanem olyan, mint a hegymászok kötél, amikor egymáshoz kötődve valami nagyobbat igyekszünk megvalósítani. Legyen ez csoportkarma, családi karma vagy páros. Erre mindenkinek igénye van. Tehát nem tudsz olyan embert, aki ilyen szupermagányban, a semmiben sokáig jól érezné magát. Érdekes, hogy az ember szeret kötődni, de mihelyt meghallja, hogy a szabadság a veszélyben forog, rohan. Azon nyomban. Tehát hol van a szabadság és a felelősség egyensúlya, az oldás és a kötés egyensúlya, és hogyha azt mondom, hogy szeretünk bizonyos módon kötődni, de a ragaszkodástól, attól ments meg uram minket, akkor egy gyönyörű ellentétpárt rajzoltam föl. Általában, hogyha egyoldalú vagy aszimmetrikus a dolog, azt nem szeretjük. Ha ő is kötődik, és én is kötődöm, fantasztikus, kölcsönös. De ha ő ragaszkodik hozzá, miközben én szabad akarok lenni, hát ez borzasztó. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy hol kölcsönös, és hol szeretjük ezt a kötődést. Általában azt a szobát kerüljük, amit ránk zárnak. Tehát, ha olyannak érzed a kapcsolatot, mely mint a sötét verem, különösen, ha letakarják és ráülnek, ajtókulcsát eldobták, és nem tudsz kilépni belőle, akkor úgy érzed, hogy ez, ez baj. Itt valami nagyobb történt, mint szeretted volna. Tehát önmagában a ragaszkodás is üresség természetű. Kihez vagy mihez, milyen körülmények között és miért. A ragaszkodás az lehet ilyen is, olyan is. Lehet belőle lojalitás is, és lehet egy nagyon egészségtelen kötődés is. Úgyhogy mi döntjük el? Köszönöm szépen. Szívesen. Ott. Ugye sokad magammal, mint kezdő, ma először láttunk itt téged élőben, kora reggel. Arra lennék kíváncsi, hogy amikor sok ilyen lelkes kezdő, úszni vágyó, jön feléd, és hát ugye leginkább az első mozdulataink nem az úszásról szól, hanem inkább a fuldoklásról. Most ezt abban a képben szeretném kiélni, hogy illetve megfogalmazni, hogy hát ma valamennyi reggel rád illetve hát azokba a módszerekbe, amikbe ma beavattál. Mennyi energiát vesztettél, ha vesztettél, illetve mit tapasztaltál rajtunk? Először is az úszásra és az üzenetre szeretnék visszatérni. Én nekem az a dolgom, hogy mire te ideérsz, addigra a medencében legyen víz. Mert fuldokolni sokkal jobb, mint száraz, üres medencébe ugrani és kitörni a nyakadat. Úgyhogy az a jó hír, hogy a medencében mindig van víz, és hogy te úszol, é vagy fuldokolsz, az megközelítés kérdése. A mentőv az mindig ez a pillanat, amit követünk, az az út, nem a tanító személyét követjük, az utat követjük. Nyugodtan veszíthetek energiát, de utána jön az ebéd, és amikor az almás pitéhez érünk, akkor visszanyerem. És az nagyon jó. Úgyhogy ez teljesen természetes, hogy ez energiabefektetéssel jár, de az is természetes, hogy nagyon-nagyon sokat tudunk adni egymásnak. Ami a figyelem, hála, odaadás, Kölcsönösség. Tehát ezek fantasztikus minőségek, és hogyha jól csináljuk, akkor ez megjelenik, teljesen spontán. Úgy érzem, hogy figyelsz és befogadod, hálás vagy és megköszönöd, és használod. És ahogy látom, hogy működik benned, akkor azt mondom, hogy igen, egy olyan hagyományvonal részei vagyunk, amelyet érdemes a következő generációnak átadni. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy jól? értettem az előadásaiban, amit a neten láttam, hogy a zen szempontjából a megvilágosodás csak élő hagyomány, vagy élő mester segítségével érhető el. Ha elérhető anélkül is, akkor is csak hagyományvonal segítségével használható helyesen. Vannak spontán megvilágosodott emberek, akik a múltjukból hozták ezt a lehetőséget magukkal, a kéreg nem túl vastag, és spontán áttörik igen, de hogy ezt megfelelően használják, és minden érző lény javára fordítsák, azt nem lehet tanítás és hagyományvonal nélkül. Azt szeretném kérdezni, hogy a reinkarnáció kapcsán mennyire számít az, hogy az adott életet spontán, hát természetes halállal vagy öngyilkossággal hagyjuk ott? Rengeteget. És mi az a rengeteg, amit erről tudnál egy kicsit beszélni? először is hadd szóljak azokhoz, akik még mondjuk a reinkarnációval nem kötöttek ilyen szoros barátságot, Ugye az élet és halál élménye csak egy életem belül, tételezzük fel, hogy csak egy van. Szűkítsük le a horizontot. És van egy fantasztikus harcművész barátom, aki hát nem az a félős típus. Mégis felnőtt életének minden év október x napján egy halálfélelem fogta el, és egy idő után megkérdezte anyukát, hogy azért mégis tud-e erről valamit. Anyuka elsápadt, és azt mondta, hogy hát kisfiam, és akkor már bőven fölött volt a kisfiam. Azon a napon, amikor a pocsakomba voltál, úgy gondoltam, hogy elvetetlek, és elindultam a klinika felé, de visszafordultam. És a születése után beindul a karma, ugye felszének kerül a sok-sok érzékszerű tapasztalat után, és nem sokkal kor kezdete után egyszer csak beindult az éves, október x napján beálló halálfélem. Hát ennyire tud ránk hatni az, hogy hogyan élünk, hogyan halunk, hogyan születünk, hogyan haldoklunk. Hát alapvetően magunkkal hozzuk az élményt ebbe az életbe legyen az a mostani inkarnáció fogantatásától kezdve, legyen az az előző élet halála, és ezeket a tudat oly mértékben elszeparálja, annyira elszigeteli, amennyire csak tudja, hogy ezt a pillanatot ne árnyékolja be állandóan a születés és halál élménye. De ott van. Onnan tudod, amikor szélső helyzetekben mondjuk megijedsz a születéstől, gyerekvállalás, hogy és uraim. Tehát milyen reakció az, amikor azt mondja, hát már másodszor nem jött meg. És akkor a férj, vagy éppen barát azt mondja, hogy az arcszíne ilyen fehér itatós papírhoz kezd el hasonlítani, remegő térdek, stb. 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 Vagy pedig ez az évai mondat, hogy anyának érzem, ú, Ádám magam. Nincs a teremtésben vesztes, csak én. Ez a férfi reakció. De a marhára nem bírjuk a születést. Probléma. Foglalkozni kell vele. Ugye? A halál pedig óriási probléma akkor, hogyha nem tudod, hogy honnan jöttünk és hová megyünk. Ha nem tisztáztuk le, hogy a test és a lélek azonos vagy különböző. Ezekkel a fő állomásokkal nem vagyunk tisztában, és az átmenetekből itt traumák lesznek de nem kell, hogy az legyen. Tehát a helyesen végzett meditációs gyakorlatban ezeket a csomókat is szépen el lehet keverni, és sima ismeret vagy tapasztalat lesz a félelem és a remény helyett. És hogyha valaki öngyilkossággal hagyja itt az adott életed, akkor a következőben lehetséges, hogy alsóbb tudatszinten születik újjá? Ezt felelős tanító nem fogja neked igennel vagy nemmel megválaszolni. Egy biztos, hogy ha valaki öngyilkos lett egy előző életében, akkor egy következő inkarnációban ugyanez a hajlam meg fog mutatkozni. Sajnos. Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy a tiszta tudat által élhetek-e meg tanításokat, vagy hogyha ilyen tapasztalataim vannak, akkor az minek tudható be? A tiszta tudatnak. És megélhetsz által a tanításokat, és a tanítások helyes gyakorlás által megélheted a tiszta tudatot. Így a tanításból tudat lesz, és a tudatból tanítás. Jó? Szívesen. Én még visszakanyarodnék az egyen előző kérdéshez, a haláltól való félelemhez. Hogy lehet ezen csökkenteni? Belül meg kell halni naponta. Az önképnek kell meghalnia nagyon sokszor ahhoz, hogy elhidd, hogy van benned valami, ez az igazi való, amely nem születik és nem hal meg. Ahhoz belül a tiszta tudat tükrében nagyon sokszor kell az önképnek meghalnia, és újjá születnie. Ezt meg tudod élni. Tehát kellő mélységű gyakorlat esetén az egyik legszörnyűbb tapasztalás, vagy a legmegszabadítóbb tapasztalás attól függ, hogy te hogyan reagálsz rá, hogy az az önkép, amit most Balázsnak hívnak, az az önkép eredetileg egy atomjában sem létezik egy ektagramnyi sem. Az önképed utolsó darabjáig minden egyes aspektusa keletkezett, teremtett dolog. És mint ilyen, a semmiből látszik jönni, és a semmibe látszik menni, ez így nem igaz, de van egy ilyen élményed, amikor te, mint Balázs, nem vagy, és mégis élsz, és mégis éber vagy, és nem veszítettél el semmit, csak az illúzióidat és a modulok ugyanúgy visszakapcsolnak, sőt intelligensebben, mint korábban, mert pihentetted őket. És ezt érdemes nagyon sokszor átélni belül, hogy amikor kívül eljön az, hogy a test és a lélek szétválik, és elképesztő változások indulnak be a tudatállapotodban, akkor már ne kelljen félni tőle, mert megvolt belül korábban. Erre van konkrét gyakorlat is? Igen, amit ma reggel tanultál. Ugyanis kicsit alapvetőnek, meg kezdőnek tűnik a technika, de nem az azt mondom, hogy vegyél föl egy túrabakancsot és egy hátizsákot, nem gondolod, hogy azzal el lehet menni a világ tetejéig. De el lehet, csak olyan túrabakancs és olyan hátizsák Jó? Köszönöm. Szívesen. A beszédről, a válaszról a kérdés, és az arra adott válaszról szeretnének kérdezni. Adhat-e egy teljesen kezdő gyakorló, amilyen én vagyok, egy olyan egyszerű kérdésre olyan választ, mint amit például én adtam a bemutatkozáskor? te azt kérdezted, hogy miért jöttünk ide, mit várok az entől, és azt mertem mondani, hogy semmit, majd azt, hogy mindent. Ez egy olyan válasz, amit én, amint kimondtam, fellengzősnek találtam. Ez egy olyan válasznak gondolom, amit talán egy koan interjúban egy valami ehhez hasonló kérdésre ad az ember. Hát, Kért... Próbáld meg, Kért... nézd meg, mi lesz belőle. Igen, és erre is vonatkozik a kérdésem, hogy hogy jön el az a pillanat, amikor adhatok akár egy hétköznapi kérdésre egy kicsit ilyen zenes választ. Azra vigyázzunk. De. Tudom. Vigyázzunk, Ezt... mert az egyszerű megnemértéstől kezdve a különböző szakszolgálatok kihívásáig nagyon Igen. sokféle reakció lehet a környezetből. Adjál természetes választ, amiből az következik, hogy normális vagy, és hogy az hogy belőled jön, és ne akar zen választ adni, mert egyelőre nincs mögötte még annyi tapasztalat, hogy az számodra teljesen természetes, és magadból jövő legyen. Pontosan erre gondolok. Tehát, hogy amikor egy ilyen választ adok, az még, az még nem tapasztalatból jön, hanem egy tanult valami, Tehát amit nyers. hallottam már, és nyers. Tesszük, nyers. De ugye van egy folyamat, ahogy haladok mondjuk abba az irányba, hogy egyszer csak természetes lesz, és mondjuk már tapasztalaton alapszik, ez majd valahol talán egyszer átfordul. És akkor ez lett volna a kérdésem másik fele, hogy egy hétköznapi vála... kérdésre adhatok egy ilyen választ, de erre már válaszoltál. Köszönöm. Egyéb kérdés? Egy-két ide még nagyon szívesen vitatkoztam, meg érveltem a, amellett, hogy barátaim társaságával hogy próbáljanak a tradíciókkal is foglalkozni, vagy hogy fölkeltsem az érdeklődésüket ez iránt, de rájöttem, hogy ezt hiba volt így erőltetni. Az és érvelést és a be... győzködést a győzködést. Mindenképpen hiba. Igen. Most uh, egy jó pár ilyen üldögélés után, illetve... Haladunk. Illetve az énekek és a szertartások után, amiket otthon még gyakorlunk, ugye rájön az ember arra, hogy sokkal mélyebb dolgokról van szó, és uh, nem tudom már, hogy uh, olyan lehetne olyan barátainknak, vagy családtagunknak segíteni, aki sokkal jobban az anyaghoz van ragadva, ugye szamszorába tájékozódik csak. Hogyan lehetne csak -e egyszerű példamutatással, jelenléttel, mellettük egy tiszta jelenléttel, vagy lehet-e még máshogy is segíteni, vagy egy-egy ilyen lökéssel, hogy ne csak a testeddel új vagy próbáld meg a dualisztikus gondolkodás elé visszatérni? Tudunk-e úgy segíteni nekik? Várom, hogy befejezd a kérdést. Hát igen. És már egy kicsit Mert te is a szamszádikus tudatforma egyik. Szenvedésteli síkján pöröksz, hogy elindítasz egy mondatot, és nem fejezted be. Mm. Kerüljünk ki ebből a nagyon kemény paradox szamszállikus helyzetből. Hallgatlak. Akkor sem kezdem el újra, de van-e olyan lehetőség, hogy segítsünk nekik? Köszönöm. Van. Ezt úgy hívják, hogy univerzális zenmondat. Tegyük kapcsolatba a kezünket, és ismételd utána. Miben segíthetek? Miben segíthetek? Köszönöm szépen, megkaptátok a beavatást, és innentől kezdve a miben segíthetek mondatot alkalmazod ott, ahol ezt te természetesnek és szükségesnek érzed. És néha egészen borzalmatos módon és céllal kérnek segítséget és te ezzel nem az közösséget vállalni. És azt mondod, ha én segítenék neked, akkor ez lenne a következménye. Te ezzé válnál, ez és ez történne, és én is ezzé válnék, hogyha beszállnék ebbe a buliba. És azt mondod, hogy ezt nem. És már azzal segítettél, hogy elfordultál attól a tevékenységtől, és kritizáltad azt az embert. De nem győzködjük arról, hogy a zen az jó vagy rossz. A legjobb zengyakorló az, aki nem jelenik meg, mint zengyakorló, hanem mint normális, hétköznapi ember funkcionál. Bizony. Jó? De hogyha tényleg tudsz segíteni, és általában tudsz, mert az emberek segítségre szorulnak, akkor azt látják, hogy te megbízhatóbb vagy, hasznosabb vagy, segítőkészebb, önzetlenebb vagy, és akkor jönnek hozzád a hosszú listával, hogy akkor legyél szíves ezt, és ekkor következik a dimenzióváltás, az igazi, amikor ráébreszted őket, hogy igen, igen, amit ők kérnek, valójában ők is meg tudnák csinálni, csak kényelmesebb, hogyha tőled kérik. És erről leszoktatod őket, hogy amit már te meg tudsz csinálni, azt legyél szíves, amit nem tudsz megcsinálni, de én abban majd segítek. Tehát amikor arról van szó, mahaján alapmondat, hogy ébredj föl és segíts másokon, akkor ez a segíts másokon nem azt jelenti, hogy te minden materiális dolgokat elvégzed, csak azért, mert téged arra kértek, te pedig megkötötted magad ehhez a mondathoz, mert józen gyakorló akarsz lenni. Nem. Itt arról van szó, hogy a felébredésben segítjük az embereket legfőképpen. Mert ezáltal válnak megvilágosodottabbakká, autonómabbakká, együttműködőbbekké, és innentől kezdve van dolgunk nagyon sok sokféleképpen lehet segíteni embereknek, de ha azt érzed, hogy feneketlen vödörbe húzol vizet, magyarul hiába való, mert a következő pillanatban elpazarolja, félreérti, rosszul használja, akkor bizony tudati minőségváltás kell első körben. És ha az a minőségváltás megvan, akkor segítettél igazán. Ez nem azt jelenti, hogy ne adjál pénzt a koldulónak, vagy vegyél neki étket, hogyha éhes. Ha valaki éhes, adj neki enni. Ha szomjas, adj neki inni de tanítsd meg arra is, hogy hogyan gondoskodjon magáról. És akkor egy idő után ő tud segíteni másoknak. Ez fontos. Köszönöm. Szívesen. Arról kérdeznélek téged, hogy ha jól emlékszem, mikor elkezdtük az első meditációt, említettél egy mondatban, hogy kinyílhatnak olyan ö, ö, csatornák energiák, de majd ezt meglátjuk valami ilyesmi. Erre emlékszem. Konkrét kérdésem az volna, hogy meditáció közben tapasztalhatunk-e energia áramlásokat, illetve ezeket tudatosítsuk. Meg két példát mondanék, és javíts ki, hogyha helytelenül teszem. Én a reggeli meditáció után ezt a csi energiát, ami hátul föl előle, ezt egy párszor megforgatom, én ezt így tapasztaltam, vagy tanultam valahol. Illetve az esti meditáció után Lehúzom a gondolati, ami ami még fönn maradt a tantiembe. Ezzel így lenyugszom, és tök jó, Én nagyon rosszul alszom, agyolódtam, és most egyre jobban. A kérdésem az, hogy ezeket az energiákat tudatosítsuk, vagy csak engedjük el úgy, mint a Tudatosítsuk, mondat? és az élet minden szakaszában lehetőleg maradjon tudatos. Amikor például az ember nagyon erős indulatokkal találkozik belül és kívül, akkor ezek az energiák egészen másképp tudnak áramlani. Magyarul felmegy az agyvized, ugye? Nem látsz a pipától, ledobod a deklit. Tehát nagyon sokféle módon az elől fölmenő csí az bizony ébertelenséget, energiatolulást, strókot, infartust mindenféle tud okozni. Tehát, ha te tudatosan lefelé áramoltatod, akkor bizony segítesz magadnak és másoknak egyaránt, mert tisztább marad a tudat, nagyobb lesz a tere, mint a karma, amit éppen hordozol. A meditáció az az energia és az információ helyes meglátása és menedzselése. Az energia, ahogy mondtad, ezen a mikrokozmikus energia körön. jó, hogyha elől lefelé megy és hátul fölfelé. És az ehhez tartozó tudatforma, ez a tiszta, tükröző, nem dualisztikus tudatforma, és akkor vagyunk rendben. Ekkor az összes csakrát tartalmát tudod megfelelően kezelni, és a helyes irány megmarad. Így a tiszta tudat, a térszerű, tükörszerű tudat állandóan működik, még akkor is, hogyha rengeteg tárgya lenne. Oké. Okay. Köszönöm. Szívesen. Ha felteszem valakinek a kérdést, hogy miben segíthetek, és nem érkezik válasz, vagy érkezik is, de amit az imént említettél, hogy feneketlen kútba hordom némi túlzással a vizet, de mégis szeretnék segíteni, és látom is az illetőn, hogy van, van egy félelmekbe és múltba beleragadt állapot, amiből szeretne szabadulni, de mégsem tud, akkor mit tudok tenni? Megmutatod, hogy feneketlen vödörrel hordasz vizet. Néha az ember nem jön rá saját hibájára mindaddig, amíg segítséget nem kap. És ez a segítség ébreszti rá a megoldatlanságaira, hogy elpazarolja a másik ember szeretetét, odafordulását, önzetlenségét. Hát be kell mutatni, de aztán nem kell ragaszkodni a hibához, és előre föl kell készülni, hogy az ítéletalkotó magatartás lesz innentől kezdve a legnagyobb akadály. Az övé is, meg hogyha nem vigyázol a tied is. Hát be kell mutatni a segítés mozdulatát ténylegesen, tiszta szívvel, és mihelyt rájött az illető, hogy basszus, elpazaroltam. Valójában nem fogadtam el. Rosszul használtam. Abban a pillanatban megállítod, és azt mondod, ha javítod a hibát, jön a következő. Addig nem. Tehát a tanítás, mint bölcsesség, és az együttérzés, mint segítség, annak együtt kell járnia, mint a madárnak a két szárnya. Mert ha nem, akkor a pokolba a vezető út jó szátnékkal volt kikövezve. Szerbusz. Oké. Okay. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy a csikung, mint egy másik keleti tradíció, az milyen módon támogatja meg a zen gyakorlást, ha megtámogatja? Gyakorolhatod úgy a csikungot, hogy megtámogatja. Például a mikrokozmikus energiakört megfelelő irányba lehet vele fordítani. Reggelente például nagyon jó bemelegítő gyakorlat meditáció előtt, és a tantient is meg tudod vele erősíteni. Tehát az, hogy egészségesebben tudod tartani a testet, az hatalmas erénye. És még van számos, úgyhogy lehetséges. Köszönöm szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy az emberek többsége a szenvedést kerüli. Tehát amikor ez Nem! Azt mondjuk, de... Most hirtelen vitatkozunk, és ez olyan jó érzés, mert nagyon hosszú beszélgetéseink <laughs> voltak, amikor hihetetlen harmónia volt, az emberek többsége a szenvedést keresi. Hát néz körül! De boldogságnak átszázza. És itt a baj. Tudod? Igen, az lett volna ehhez még így a kérdés, hogy, hogy a zen megközelíti, és ő azt mondja, hogy szenvedéssel teli az élet, vagy te szerves része. Csak hogy ez a tudatba, ez hogy képeződik le? Ha téves nézetekkel teli a tudat, akkor a szenvedést boldogságnak látja, és a boldogságot pedig szenvedésnek is nem tudja elviselni. Tehát legelső az, hogy a szenvedés tényét Ismerjük el őszintén, már maga ez hatalmas munka. Tehát, hogy mi a szenvedés? Nézzük meg, hogy valójában mitől szenvedünk, mert annak mondjuk az ellentététől vagyunk boldogok. Így. És hogyha a szenvedésnek van ténye, akkor van oka, van megszüntetése, és a megszüntetésnek van útja. Na de hát a legelső lépés a legnehezebb. Hát a szenvedést szeretjük boldogságnak maszkírozni a legjobban. Ugye? ezt kéne megszüntetni. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Mindenképpen illúzióvesztésen megyünk keresztül. Te, amit hallottatok az instrukciókban reggel, hogy a csoki gyár nem édes, az ennek volt a kezdete. Tehát amikor a tanítást fogyasztod, az gyönyörű, de amikor tudatforma lesz belőle, akkor már belépsz a gyárba, akkor már tudod, hogy nem a termék a teremtett dolog kell, hanem a teremtő kell, az, amelyik létrehozza. És innentől kezdve az illúzióvesztés, az borítékolva van. Ezen keresztül látod meg az igazságot, mert a lényeg tapasztalata nélkül nincs igazság látása. Nincs. Csak torzult nézetek vannak, meg részigazságok. A működés nem képzelhető el az igazság tapasztalata nélkül. Az igazságot pedig a lényeg nélkül nem tudod meglátni. Tehát a zennek a három talpontja, lényeg, igazság, működés, per cselekvés. Mindegyikre szükség van. És ekkora a szenvedés, szenvedés, a boldogság, boldogság. És nem cseréljük fel a kettőt. Hát a legnagyobb hátraszaltó az, amikor te szilárdan látod, hogy a te boldogságod más emberek szenvedése. És azt mondod, hogy hát ez itt teljesen rendben van. Ez így megengedhető. Én okosabb vagyok, erősebb vagyok, gazdagabb vagyok, hatalmasabb vagyok, tehát az én boldogságom nyugodtan lehet más emberek szenvedése, és nem érdekel. Ez az alapvető önzés, ami legtöbbünkben megvan, és be van építve az egész világ működésébe. És az út egyik tapasztalata, a tanítás egyik legfontosabb üzenete az, hogy ennek nem kell, hogy így legyen. Sőt, az együttérzésből az következik, hogy a te szenvedésed az én szenvedésem is. És hogyha jól csináljuk, akkor egymás boldogságát tudjuk elősegíteni, ez lehetséges, mindenféle idealizmus nélkül. És akkor kialakul az, hogy nem egymás kárára kell élnünk a bolygón, vagy nem a bolygó kárára kell az emberiségnek működnie. De amíg ezt tesszük, addig pusztítunk és pusztulunk. Felfigyeltél arra, hogy mindenki jó ember akar lenni? Hát akárhova mész, akármilyen kultúrába, akármilyen identitást interjú volt meg, mindenki valahol a jóra törekszik. Akkor mi nézünk így ki? 8 milliárd ember kollektív karmája. Miért így néz ki? Nagyon mélyen erre a problémára vezethető vissza, hogy még azt se tudjuk rendesen, hogy mi a szenvedés és mi a boldogság. Állandóan fölcseréljük a kettőt, attól függ, hogy mennyire vagyunk önzőek. Szívesen. A szabad akaratról szeretnének kérdezni. Kedvenc témám. <síns> Igen. Az a kérdésem, hogy van-e valójában olyan, hogy szabad akarat? Kérdezz hiszen... meg, Schopenhauert majd elmondja, igen? Hiszen ugye legtöbbünket valamilyen életbeli tapasztalat, valamilyen sok hatás, trauma köt bél össze az elm gyakorlásával, de ez vonatkozhat bármilyen más döntésre is. Hát azért ezt revidált vannak, akik örömből jönnek ide az elején. Römbben. Aztán az lesz, amit te mondtál, igen? De ugyanúgy ezt is gondolom, hogy kiben több, kiben kevesebb, késztetés van akár a születésétől kezdve, vagy egészen fiatal korától kezdve, hogy mondjuk egy ilyen utat válaszon. Tehát vannak egyfelől külső tényezők, és van, akár nevezhetjük karmánknak, vagy természetünknek. Tehát sok olyan, gyakorlatilag külső tényező van, ami olyan, mintha mégis meghatározná azt, hogy egy ember az élete során milyen döntést hoz. Elfogadom, hogy van butha természet, és mindenki buthává válhat, de vajon nem vagyunk-e mégis valamennyire determinálva a külső tényezők, illetve a Hát is Mi lenne, hogyha a kérdést leszűkítenénk a te szabad akaratodra? Hogyan esne az neked? Az én szabad akaratom, tehát én mind, egészen fiatal korom óta vágyódtam a buddhizmus iránt, többször előkerült háromszor is az életemben, de az, hogy most itt vagyok, az egész pontosan egy, egy, egy családi traumának köszönhető, ami ha nem következik be, attól tartok, hogy nem lennék itt, bár valahol mindig megvolt bennem a késztetés. Tehát Innentől szabad akarat, vagy nem szabad akarat? Lehet, hogy csak halaszthattam volna egy másik életemre, de nekem biztos. Szerencsére hogy kellett nem hozzá. ezt tetted. Nagyon de kellett jól. hozzá ez a külső tényezőben biztos, hogy. Nézd meg, hogy az akarat mennyire kötődik a tárgyához. Látod, hogy mennyire kötődik az akarat a tárgyához? Nem. Nem értem. Például a buddhizmussal háromszor kellett találkoznod, hogy elhidd, hogy megvalósult. Tehát én akarok valamit, szeretnék egy botot. És megkaptam, és kötődöm hozzá. Hol van innentől kezdve a szabadság? Tehát kiderül, hogy amikor te akarsz valamit, annak az akaratnak van egy tárgya, van egy célja, és ehhez kötődöm sőt néha, azonosulok vele odáig, hogy azt hiszem, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hogyan beszélhetnénk bármiféle szabadságról? Kiderül, hogy akkor vagy szabad, amikor éppen a tudatnak nincs tárgya, nincs iránya, nincs keletkezése és megszűnése, ekkor viszont a szabadság, mint képzet nem jelenik meg. Tehát vagy az van, hogy feltételez kötött létünkben te döntesz, hogy milyen irányt veszel föl, milyen célt szeretnél elérni, ez egy akarat. Akarat vektor, akarat kiáradás, és innentől kezdve ezt feltételek szabályozzák, de te döntesz. Tehát egyszerre van szabadságot dönteni, és ezt a körülmények kívül és belül elképesztően kondicionálják. Tehát nincs olyan, hogy csak szabad akarat és teljes kötöttség sincs, hiszen akkor nem hozhattál volna döntést. Mihegy döntést hoztál, felállnak a szabályok, és azok szerint vagy megvalósul, vagy nem. Tehát vagy akarsz valamit, és akkor a szabadság és kötöttség egyszerre jellemző rá, vagy nem akarsz semmit, akkor már te sem jelensz meg, mint entitás egy idő után, és akkor nem jellemző az, hogy szabad legyen, vagy éppen kötött. Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy nálad mikor vált bizonyossága, hogy van ciklikusság a születés-halál, születés-halál témakörébe. Tehát, hogy újra, szüle, újra születünk, illetve te újra születtél már többször. Szerinted nekem volt ilyen? Hát ez az első. Lehet, hogy az utolsó is. Hát honnan tudja ezt az ember? Hát annyi szó esik róla. Hát szó az esik. De akkor ez csak egy illúzió, egy levegő cél, ami nem is biztos, hogy ott van, hogy mit? ezt higgyük el. Ne, 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 ne. Én azt kérdezem, hogy te mit szeretnél? Több életet szeretnél, egy életet szeretnél, vagy egyet sem? Melyik legyen? Én azt szeretném megtudni, hogy euh, milyen rendszer van a háttérben. Az nagyon jó. A reinkarnáció, ha van, az egy keletkezett folyamat? Hát egy meglevő, egy folyamat. Meglévő? Honnan lett? Az aztán Na honnan ez az, lett? amit már én így nem tudok fölfogni észre, hogy honnan lett. Na de ne észre próbáld, mert azért még senki nem fogta fel. Csak el tudom fogadni, hogy van. Ne van. fogadd el, De akkor mit tegye? Láss. Lásd. Lásd a keletkezést és a megszűnést, például a ciklikusságot ebben az életben, hogy hányféle ciklusunk van naponta, hetente, havonta, évente, tíz évente. Hát az Ezek az ciklusok. Az ciklusok. Az Így van? Mi? Nagyon jó. Akkor számít az, hogy volt -e előző életed, vagy sem? Jelen életemben nem számít. Akkor hagyjuk. Ne higgyél lehet -e semmit, amit csak úgy mondanak, úgy elejtett szavakkal. Ha egy ember számára ez tapasztalat, az nem rossz és nem jó. De az a tapasztalat nem a tiéd. Tehát, hogyha haladsz az úton, például jelen szeretnél lenni ebben a pillanatban, és unos, untalan, ilyen ismeretlen eredetű képsorozatok zavarják meg az elméd működését, és rájössz, hogy a tárház jön. És az ott volt, hogy honnan szinte mellékes. Amíg azt te onnan ki nem veszed, és nem mentesíted az azonosulástól, addig az ott van. Tehát a tárháztudatodban van egy időtlenség. Csak az emlékek polaritása van ott, és az emlékek maguk. A megkülönböztető tudatosság és a fogalomalkotás együtt gyártja le az időélményét. És amikor ezeket kikapcsolod, akkor nincs idő. Ha létrehozod a reinkarnációt, van. Ha nem hozod létre, akkor nincs. Ezért kérdeztem, hogy mit szeretnél. Mert az lesz, amit létrehozom. Ha megtalálod azt a tudatot, belül, és mindegyikünkben ott van, amely létrehozza ezeket az elképesztően kozmikus nagy dolgokat, akkor dönthetsz. Egyébként nem. Egyébként a karmád ura. Nehogy azt hidd, hogy olyan piculi vagy, csak azért, mert 1 per 8 milliárdnyi jelentőséged van ezen a planétán, és ez a planéta és a tejútrendszer több mint 100 milliárd csillagrendszerének az egyike, ugye belülről a harmadik aprócska közetbolygó hatalmas nagy galaktikus űrben. Ezeket a távolságokat meg magnitudókat nézve az ember annyira picuri és annyira rövid életű, hogy azt mondja, hogy milyen jelentőségem van nekem. Óriási. Óriási. A tudatállapotoddal az egész világot befolyásolod. És ezért vigyázzunk, hogy mit hozzunk létre. Ha létrehozol egy ciklust, mindaddig van, amíg energiát teszel bele. Ha kivetted az energiát és információt egy adott karmából, az nyomtalanul eltűnik, és átalakul valami mássá. Mit szeretnél? Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban. Nekem is. <laughs> Tehát, hogyha sorozatosan ilyen élményeim vannak, mondjuk, ilyen képek, azok is célra jönnek föl. Én azt értem, hogy dönthetek így is, úgy is, hogy foglalkozok velük, vagy nem. De miért jönnek föl? mert köszönni szeretnének neked. Azért jönnek föl, mert valami nagyon erős poláris élmény van velük kapcsolatban. Vagy nagyon jók voltak, vagy nagyon rosszak. És általában feljönnek, hogy köszönjenek, és megmutassák magukat, hogy igen, mi is a te termékeid vagyunk, szerbusz. Légy üdvözölve a barlangban, ahonnan csak a csodalámpát illik kihozni, és az összes többihez nem ragaszkodunk, mert különben kövé válsz. Tehát nem ragaszkodunk a múlthoz, semmilyen karmához, mert lebékjóz. Azt a csodalámpát kell kihozni, hogy az éberség fényénél helyesen láss. Lásd a karmát teremtett voltát, tökéletlen, azaz tulajdonságok nélküli voltát, és így a mulandóságát. Ha energiát teszel bele, akkor megteremted, hogyha kiveszed, akkor engeded elpusztulni. Minden emlékre igaz. És hogyha kiveszed a polaritást belőle, akkor megszűnsz úgy látni, hogy az ural téged, hiszen te tetted jóvá vagy rosszá az adott tapasztalatot. Attól függően, hogy támogatott te téged, mint egyént. Támogatta-e a teremtő, megtartó és lebontó ösztöneidet. Ha téged sértett és eltörölni óhajtott, akkor rossznak mondjuk általában. És hogyha ezek olyan képek, ahol nem, nem vagyok jelen? Mint látót vagy, úgyhogy ha nem lennél százszázalékosan jelen, akkor a képek nem jelennének meg. Ez mind a te tudatod, úgy, ahogy van. Szigorúbban véve, de nagyon lazán, ez az egész a te tudattalanod. De valahol mindegyikünké, hogy vigyázzunk rá. Köszönöm szépen. Szívesen. Nagyon szimpatikus, és nekem teljesen hihető, amit mondtál, hogy mi teremtjük a világot, a világunkat. És ebben a teremtésben, hogy ki mennyire lesz beteg kicsit nagyon vagy végletesen az leginkább rajta múlik és azon hogy ő mit teremt és mindaz amit a, amit te tanultál ennyi év alatt azok az eszközök az a rengeteg gyakorlás tudja az agyadban a hitetben stb. Ezt a fajta egyensúlyt megtalál, megtartani ergo soha nem vagy beteg ha most nagyon le akarnám egyszerűsíteni mert hogy a kettő szerintem itt össze összefűzhető hogyha tisztában vagy, mint azzal, amit, amit mondasz és, 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 és gyakorolod, akkor nem esett bántódásod. Hát akkor most illúzió rombolásba kezdek. Minden ember energiarendszere kimeríthető. Még akkor is, hogyha sokat gyakorol, és sok mindent elengedett, és sok mindent meglátott, ez az egyik. Itt nagyon kemény és világos leckék vannak, hogy hétszer levernek, nyolcszor kej föl. Ezt kell megtanulni. Ennek az egyik nagy területe a kuampraxis, utána meg az élet. A betegségeknek alapvetően kétféle eredete van, egy fiziológiai és egy mentális. A fiziológiai olyan, hogy te akármilyen butha lehetsz, hogyha Csernobilnál ott voltál az adott időszakban, akkor is elpusztulsz. Véged van. A másik a mentális, hogyha te állandóan aggódsz, akkor előbb-utóbb gyomorfekélyed lesz. Ami ezt az utóbbit illeti, hogy nem azonosulsz bizonyos képzett csoportokkal, az az egészségednek az áloga. Hogy mered látni a karmádat, és mindig nagyobb tér van a tudatodban, mint a karma maga, ez is az egészségnek egy nagyon fontos alkotó része. Akkor viszed le testre a karmát, hogyha ez a tér nem elég nagy, és a saját túlélő ösztöneid, az elmének ezt az elképesztő terhelését ráviszik a testre. Úgy hívják, hogy szomatizálás. Akkor szomatizálsz, amikor nem elég nagy a tudattere ahhoz, hogy elpárologtasd a karmádat, és akkor a túlélő ösztöneid ahhoz, hogy te tudj figyelni, látni, hallani, alapvetően gondolkodni és érezni, ezt a hatalmas karmatömeget ráterhelik a testre egyfajta háttértárként. És ekkor betegszünk meg. És ez az organizmus, amit ugye embernek mondunk, olyan elképesztő túlélő ösztönökkel rendelkezik, hogy ilyen szinten a betegség az a túlélés záloga. Ha nem terhelné rá testre, akkor az elme szétpattanna. Tehát inkább megbetegíti magát, mintsem hogy megbolonduljon. Amíg ezt megteheti, meg is teszi. És utána, amikor eltárolta, és a lapangási idő után kijöttek a tünetek, és akkor kiderül, hogy beteg, és ott a gyógyszer, akkor már időt nyert, és aki időt nyer, az életet nyer. És a gyógyulás, az a tudatosodás, nagyjából plusz az a gyógyszer, ami a tüneti kezeléshez kell. És innentől kezdve látjuk azt, hogy ha a tudat elég erős és tiszta, akkor nem terheli rá a testre, hanem abban a pillanatban párologtatja el a nem azonosulás tükrén. És akkor tudsz relatíve egészséges maradni, egész addig, amíg elég erős ez a tükör, és megvan az az energiamező, amely úgy működik, hogy látod, de nem kötöd meg. Megkülönböztetsz, de nem ítélsz. Kapcsolódsz, de nem azonosulsz. Amíg ez a paradox sor kijelöli ezt az energiamezőt, addig tudsz egészséges maradni. Ha nem, akkor elhiszed mindazt az azonosulás szintjén, ami belül és kívül megjelenik, túltöltődik az elme, megtelik a tudattere, és a túlélő ösztöneid letestelik, szomatizálják a karmát azért, hogy életben maradj. Hát idáig nem kéne eljutni. Tehát a meditáció ilyen szinten tényleg a lélek egészsége, öntisztulása, és így a test öngyógyítása, de lassan, módszeresen, és nem úgy, hogy ez feleslegesítene bármiféle orvosi kezelést, hogyha már egyszer beteg vagy. Tehát ez nem egy gyógyító kurzus, ezt sokszor mondtam, és mondani is fogom. Ez egy olyan lelki egészséghez vezető út, ahol nem hozod létre a betegséget, ahol nem szomatizálod a karmádat, ahol a tudatod tere mindig tágasabb marad, mint az a karma, amelyet éppen tükröznie kell. És így lehet ezt a kérdést megoldani, de a betegséget, öregséget és halált senki nem kerüli el. Mindenki egyszer ebből a testből kilép, és a legkevésbé úgy, hogy ez a test még mindig működőképes, csak hát menni kell. Valami gubanc van, valamilyen betegség lesz, valamilyen törés lesz, és akkor úgy lép ki a lélek. A dualitás megszüntetése kapcsán szeretném kérdezni, hogy ugye a negatív pólusát nyilván örömmel szüntetnék meg mindennek, teszem azt, hogy fájdalom, szenvedés, viszont ugye a dualitás megszüntetésével eltűnik a pozitív vetülete is, úgy, mint boldogság, öröm, és itt merül fel bennem a kétség, hogy akkor, akkor mi marad? Te maradsz. Épp elég. És ebből teremthetsz újabb dualitás párokat, ahogy szeretnéd, de öröm nélkül nincs fájdalom, és fájdalom nélkül nincs öröm. Ez ennek a földi életnek a sajátossága, és ez egy elképesztő hajtóerő, hogy meghalad ezeket, hogy mindannyian meghaladjuk ezeket, és egy olyan tudatállapotot tapasztaljunk, ahol ezek a dualitások egyrészt eltűnnek, másrészt pedig ebből a tudatállapotból teremthetőek. Onnantól kezdve már nagyon más káposzta. Hogy a teremthetőség megvan. Mert akkor teremtő pozícióba jutottál. De dualitások nélkül ez a földi élet, vagy megkockáztatom bármilyen élet, nincs. Mert a keletkezésből rögtön ott van a halál, a megszűnésből jön az új élet. A kettő nincs meg egymás nélkül. Most gondold, de hogy annyira szeretjük a napfelkeltét, a naplementét, a nappalokat. Hogyha valaki fél a sötétben, és ezt el akarná törölni, akkor a másik három is vele menne. Úgyhogy így megy ez ebben a keletkezett világban. Köszönöm. Szívesen. Én igazából egy tanácsot kérnék, hogy ha valaki közel áll hozzád, és látod, hogy nem tudja feloldani valamitől félelem, páromról van szó, és ő a víztől konkrétan amikor nem ér le a lábam, tehát ez a szindróma, onnantól rettegés van. Hogy tudsz -e ebben segíteni, illetve végig kell nézni, hogy ő járja ki ezt az utat magának. Tudok -e ebben bármit, és mert elég rossz ezt így kezelni, mikor? Persze. Elsősorban személyes találkozás és személyes tapasztalat nélkül nehezen adok bármiféle tanítást, mert az neki szól, bár rajtad keresztül, de mégiscsak neki szól. És itt a kérdésnek, amit tanultatok ma reggel, van egy tárgyas változata. Feljön egy karma, és rákérdezze, hogy mi ez, honnan jön. És kirajzolja az eredetét, és kirajzolja a következményét is. És itt van egy olyan tudatalat bújkáló korábbi tapasztalása, ami ezt a félelmet generálja. És akkor beindul a látás és a megkülönböztető bölcsesség, hogy ez a helyzet nem az a helyzet, ez az én, nem az az én. Ez a víz nem az a víz. És akkor előbb-utóbb eljut a konkrét tapasztalásig, de ahhoz nagyon sok réteget le kell hántani a magáról, és minden ilyen tárgyas kérdést megelőz valamilyen tudat erősítő és tudat tisztító gyakorlat. Tehát egy erős és tiszta tükör nélkül nem bírja ki a látását, és akkor még jobban elmenekül és még inkább eltemetkezik a tapasztalat súlya alatt. Úgyhogy felkészítés. Utána a megfelelő intenzív praxis, és a harmadik az integrálás, amikor már a tapasztalt birtokában, a nem azonosulás tudatában már megmeri lépni azt, hogy mondjuk nem ér le a lába a vízben, és nem indulnak be a pánikreakciók. Ez lehet köszönöm. Szívesen. Én a megvilágosodásról szeretnék kérdezni. Olyan sok szép történet van zenszerzetesekről, hogy jönnek-mennek a világban, gyakorolnak 10, 20, 30, 40 nagyon sok évet, egyszer csak történik valami hirtelen dolog, és pif, elérik a megvilágosodást. Uh -huh. és az lenne a kérdésem, hogy mi az, amit elérnek ilyenkor? Milyen színű a Arany Aranyszínű. Kész. Neked most ez a meglátás bőven elég? az a sok-sok karma, ami ahhoz kellett, hogy ezek a történetek megíródjanak, az a benne szereplő emberek karmája. Szunkszenzen mestert idézem, a megvilágosodott és meg nem világosodott üres szavak. Máshonnan a szent és a közönséges csupán üres név. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Tisztán látsz? Tisztán hallasz? Köszönöm. Keleti gyakorlók, és a nyugati gyakorlók között mik a főbb különbségek, ott, ahol például államvallás, autizmus, és itt a, mi, akik próbálunk rácsatlakozni a darmára. Tehát az arcszín, a szemzúg. A hozzáállásukban, illetve <laughs> itt Más a kultúra. magyar lélekhez hogyan kell, kellette itt valamit változtatni a hagyományban az, hogy a magyar lélek befogadja. A mahajánában az a szép, hogy mindenhol a befogadó kultúrához tud alkalmazkodni, anélkül, hogy a lényegét elveszteni. Itt ugyanúgy tükrözni kellett a magyar karmát, ahogy 1500 évvel ezelőtt Kóreában a kóreai karmát, és ugyanúgy egy vált ott a fogadó kultúrával, ahogy itt is, szép lassacskán. Legfontosabb az, hogy válaszol le a kérdéseidre. Segíte az út megtalálásában. És ha igen, akkor az emberek előbb-utóbb hasznosnak találják. Az, hogy mennyire intézményesedik, az önmagában lényegtelen mindaddig, amíg az eredeti energiáját és üzenetét nem veszíti el. Általában ez fordítottan arányos. Minél több ingatlan vagyon, hatalom, pénz halmozódik föl, annál inkább elfedi azt az eredeti üzenetet, amelyet még akkor fogalmaztak meg, amikor ezek a vagyontárgyak, ingatlanok és egyebek még nem álltak rendelkezésre. És erre kell vigyázni, hogy a szellemi ősrobbanás eredeti fényét megőrizzük. És azon dolgozunk, hogy ez az üzenet egyre világosabb, egyre egyszerűbb, egyre foghatóbb és tapasztalhatóbb legyen. A nyugat egy teljesen más környezet. Nem alapvetően a hegyen lévő monasztikus társadalom szűk csoportjának szól, hanem mindenkinek, a polgároknak, akik a mindennapi életüket élik. És így a tanítványaink 99,9% a világi. És ez így nagyon rendben is van. A felébredettség az nem egy vagy más hajviseletű embereknek a privilégiuma. Mindenki elérheti ezt, és jobb, ha törekszünk, mert ha nem, akkor tényleg feleslegesen szenvedünk és szenvedtetünk. Az a szenvedés ér valamit, ami a felébredés szolgálja. Egyébként nem sokat. Úgyhogy természetesen alkalmazkodunk, természetesen adaptálódunk úgy, hogy igyekszünk segíteni. És a szellemi evolúció az megkerülhetetlen. Már az, hogy egy nappal tovább éltél, mint annak előtte, az evolúció része. Úgyhogy igyekszünk segíteni, és minél többen gyakorlunk, annál jobban tudjuk ezt tenni. Kívánom azt, hogy mindannyian járjuk együtt az utat. Érjük el a felébredés legmagasabb fokát, hogy ezáltal segítsünk másokon és magunkon egyaránt. Köszönöm, hogy ma megjelentetek, és köszönöm a figyelmet.